A járványhelyzet súlyosbodásával arányosan Nagyszombat megyében nő az oltási hajlandóság. A megye a legutóbbi hétvégén mind a 7 járási székhelyen kínált vakcinázási lehetőséget, amivel közel 7300-an éltek is. Az előző hétvégéhez képest megduplázódott ez a szám. A Dunaszerdahelyi nagy kapacitású oltóközpontban közel 1400 embert oltottak be. 950-en a Pfizer vakcina első, második vagy harmadik adagját kapták meg. Legtöbben csaknem 600-an az utóbbit. Az egyadagos Janssen vakcina iránt is volt érdeklődés, amivel több mint 400 embert oltottak be. Nagyszombat megye a következő hétvégén is folytatja a vakcinázást, amelynek menetéről honlapján nyújt tájékoztatást. A Nagyszombati Kerületi Rendőrfőkapitányság összesítése szerint 2020 azonos időszakához képest idén több mint duplájára nőtt a nyugdíjasok ellen a megyében elkövetett csalások száma. Október végéig 20 ilyen ügyben indított vizsgálatot a rendőrség. A csalók 9-szer sikerrel is jártak. Összesen mintegy 53 ezer eurót csaltak ki az idős emberektől, akiknek 76 év volt az átlag életkora. A szélhámosok módszerei változatosak, rokonnak, rendőrnek vagy orvosnak adják ki magukat. A rendőrség a hozzátartozókat arra kéri, hogy gyakran hívják fel idős rokonaik figyelmét az éberség fontosságára. Az idősek pedig ne engedjenek be idegeneket a lakásukba. Csalás gyanúja esetén a rendőrség 158-as telefonszámát kell hívni. A portugál João Janeiro győzelemmel debütált Adac vezetőedzői posztján. A Fortuna Liga 15. fordulójának mérkőzésén a Senica csapata volt az ellenfél. A meccset valamivel több mint 3000 néző tekintette meg, annyi, amennyit az aktuális járványügyi intézkedések maximálisan engedélyeznek. A vendéglátók nem adták meg könnyen magukat, 3 lesgólt is szereztek. A mérkőzés egyetlen érvényes találata azonban a másik kapuba esett. A 68. percben Mumu lőtt gólt, és ezzel bebiztosította a hazaiak számára fontos 3 pontot. Az 1-0-ás sikernek köszönhetően a sárga-kékek 24-re gyarapították pontjaik számát, és az előző fordulóhoz képest egy helyet javítva a 4. pozíciót foglalják el a táblázaton.